Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen egy heti jóslás január 9-éig. Itt látható, hogy kezedbe veszed a dolgokat. Itt erről az arany érméről van szó, ami utal az anyagiakra, utal a munkádra, a hivatásodra. Ez lehet egy új kezded. Amit ez a kártya még jelent, hogy figyelj oda a te saját értékeidre. Itt látható újra ez a változás, itt munkáról van szó, vagy befektetésről, anyagiakról. Ez egy jó kezdet, hiszen itt ez gyümölcsözni fog számodra. Itt látható egy hölgy, aki egy kisbabát vár, de még nincs meg a születés, tehát ez azt jelenti, légy kicsit türelmes, ami az anyagiakat illeti, a munkádat illeti, mert ezt rendezni fogod. Itt ennél a kártyánál a víz eleméről van szó, ami utal az érzelmekre, tehát kihat a párkapcsolatra is, és itt lesz egy új kezdet, vagy egy kisbabának a születése. Te egy új irányba fogsz tekinteni, választasz egy új irányt, egy új utat, vagy egy kiútat, ez szerencsét hoz számodra. Itt közeledik egy jó hír, és te hamarosan fontos döntéseket fogsz hozni. Ami nekem nem tetszik itt ennél a kivetésnél, itt ez a két kártya, hiszen látható, hogy valaki figyel téged, vagy figyeli őt, figyel benneteket, de nem mutatja ki azt, hogy milyen szándékokkal közeledik, és itt a boszorkányok főznek valamit, vagy van egy szertartás, ennek nem lesz jó hatása, de ahogy én érzem, ez nem téged érint, hanem a lelki társadat. De ő elbúcsúzik itt a könnyek mezejétől, le fog zárni bizonyos dolgokat. Nem csak ő búcsúzik el ettől, hanem te is egy új irányba tekintesz, és elhagyod a könnyek mezejét. Itt látható ez a belső nyugalom, egy spirituális terület, meditáció, mindkettőtöknél ez érezhető, ez segít abban, hogy itt legyen egy jó új kezdet. Ez a férfi közeledik hozzád, itt látható egy jó hír, és itt ennél a kártyánál érzelmekről, szerelemről van szó, ezt mutatják itt a szívek, és hamarosan lesz itt egy találkozás, és ő ki fogja mutatni az érzelmeit. A csillagkép ez szerencsét hoz, de jelenti az időpontot is. A megfelelő időben, a megfelelő helyen lenni. Ez a kép utal munkahelyi változásokra, kereskedelmi kapcsolatokra, itt döntésekről van szó, lehet, hogy van több lehetőség is, vagy kell ez a belső egyensúly, itt lesz egy új irány, de kell ehhez ez a terv, amit ez a kártya itt jelent, külföldi kapcsolatok, utazások, de ez lehet internet kapcsolat is. És én kívánok neked egy szép hetet, nagyon sok szeretettel, Dendera!